Majd olyan terméket mutatok be, amit egy igen különleges együttműködés keretében kaptam, ugyanis a Banggood webáruház keresett meg engem, álmaimban nem gondoltam volna, hogy bemutatnám ezt a Malt King-es terméket, hogyha küldenek nekem egy példányt, én pedig azonnal lecsaptam a lehetőségre. Ha valaki nem tudná, a Banggood egy 2006-os alapítású, kínai székhelyű, illetőségű kiskereskedelmi webáruház, széles termékpalettával, de főként elektronikai termékekre, kütyükre szakosodtak, de van szépségápolás, ruházat, játékok, RC termékek, úgyhogy, meg mint láthatjátok, LEGO kompatibilis építőkészletek is. Ez is azért elérhető, mert ez a készlet ez egy motorizált mini motor modell, tehát ez egy autó motor lenne, úgyhogy ezt küldték meg nekem, és remélem, hogy még ezután is tovább folytathatjuk majd az együttműködésünket. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Ahogy már az előbb elmondtam, ez egy LSX454-es V8-as motor, nem egy hatalmas készlet, tehát 487 darabból áll összesen, 10-171-es termékkódja, 14 év felett ajánlott, és Malt King gyártmány, tehát az egyik legmegbízhatóbb, LEGO kompatibilis gyártó készítette. Láthatjuk itt az elején a doboznak ezt a kis készletet, hát oldalán semmi, tetején látjuk, hogy elektromos meghajtású, egy LS motor van hozzá, és maga az remtartó box. A hátulján pedig részleteket láthatunk a funkcióiról, természetesen mozognak, hát ha jól látom, ott a dugattyú részek, valamint esetleg a különféle tengelyek, és nem nagy motor, összvíz 15,4 centi a hossza, 11,2 centi a szélesség, és 13,7 centi a magassága, tehát durván így a tenyerembe el fog majd férni. Nézzük, hogy mit pakoltak bele. Hoppá, szökik. Wow, minden hullik. Ennyi. LS motor, elemtartó box ezekbe. Ha jól rémlik, akkor 6 darab elem szokott kelleni. Zacsik és egy picike kis összerakási útmutató. Számozottak a zacsik. 5-ig van számozva, hogyha jól látom. Meg vannak számozás nélküli zacskók is, de valószínűleg nem ilyen sorrendben kell azért majd haladni. Igen, egy-két info. Hát, igazából azt írja, hogy először teszteljük az elektronikus komponenseket. Ha nem jó, kérjük segítséget. Supportol, ha jó, akkor pedig mehetünk tovább az építésre. Igen, méretarány. 6 darab. 3-as elem kell majd bele, ahogy gondoltam, a teszt folyamatot írja le, és utána kezdjük is az építést az első oldalon, és 52. oldalon a 110. lépéssel fog véget érni. Hát, Malt King-es termékhez híven részletes az útmutató, viszont alig 500 darab, úgyhogy ezzel valószínűleg igen hamar készletek leszek. Na, a nyelvem meg összeakad folyton. Hol összerakom? Hát nem tudom, hogy megnézzük-e fázisonként, azt majd még eldöntöm, mert hát nem egy nagy készlet, hanem akkor mindjárt jövök a kész modell bemutatásával. Elkészült ez a kis zsebmotor, ezt egyébként el is felejtettem mondani, hogy ez a motortípus, ez a Chevy-nél volt jelen, tehát ez egy Chevrolet autómotor, hát csak jóval miniatűrebb változatban. Nem is csináltam már emiatt egyébként külön fázisfelosztást, hiszen olyan gyorsan sikerült megépíteni, hogy felesleges lett volna szétbontani szerintem. Tök jól néz ki, kis kompakt, és mint mondtam, egy zsebmotor, tehát túloztam azzal, hogy a két tenyeremben elfér, ugyanis az egyik tenyeremben bőven elfér. Nagyon jól néz ki, jól néznek ki a blokkrészek, ugye ebben van a 4-4 henger, a dugattyúkkal, ezzel a tejüvegszerű elemrésszel van beborítva az egész blokkrész, henger blokkrész. Itt az első részen van a láncmeghajtás, tök jó krómozott elemekkel kellett dolgozni, és mivel Malt King gyártmányú, ezért nagyon pöpec volt az elem minőség, valamint az útmutató is tök jól átlátható volt. A hátulján is látunk még egy-két fogaskerekes krómozott részt. Jó ez a szürke, fekete, vörös színkombináció, csak ugye pakolom itt jobbra-balra az elemtartó
boxot, de hát nem tudok mit csinálni, ugyanis az aljába van beleépítve szépen a motor ide, és akkor jön a kábel le, csak lóg jobbra balra, hát nem tudnám csinálni, hogy lecuppantom róla, és akkor nem kell húzgálni, akkor csak a kábel lóg, de hát úgyis megmutatom mindjárt a működését. Természetesen, ha bekapcsolom, akkor a hengerekben a dugattyúk mozognak, valamint szépen a fogaskerekes rész is forog, és lehet állítani a forgás irányt, hogy az óramutató járásával megegyezően, hogy ellentétesen forogjon. Egyszer már sikerült azt elérnem, hogy addig-addig forgattam, hogy szépen kiugrott a helyéről, ez a tengerrész is vissza kellett csúsztatni, tehát azért a túlzottan hosszú ideig tartó működést azt azért nem ajánlom. Akkor nézzük meg, elindítom. Egészen szépen simán mozog, és akkor a másik oldalra átkapcsolva, pedig a másik irányba is elindul. Egy kicsit a lánc feltétele volt macerásabb, ugyanis tényleg elég szorosan passzol, hogyha így belenézünk, akkor ezt a két részt, ezt icike-picikét meg is hajtja, úgy összehúzza az egészet. Lehet, hogy még egy láncszem rész még férne oda bele. 33-at ajánlott az útmutató, én 33-at tettem, de lehet, hogy 34 az jobb. Így is mozog, látjátok, tehát nem pattintja szét az egészet, de lehet, hogy icipicit lazábban, egyenesebben áll ez a rész. Nem próbáltam, de van pótláncszem a készletben, tehát akár meg is lehetne próbálni. Amit még megemlítenék, hogy ezt a hózelemet, valamint ezeket a csőelemeket, ezeket méretre kellett vágni, ezek mind hosszabbak voltak, és volt mélyre találni az útmutatóba, szépen szét kellett vágni a csöveket is, és úgy kellett rápattintani a pici pinekre, valamint fent a stadokra. Én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a kis készlettel. Ahhoz képest, hogy nincs 500 darab, és abból tényleg 30 valamennyi csak a lánc, tök jó visszaadja ezt a kis Chevy motort. Nekem nagyon poén, hogy elfér így a kezembe, és mégis egy motorizált készlet. A kromozott elemeknek tényleg külön örülök, tehát az nagyon tetszik, de nagyon sokkal többet erről a készletről nem lehet beszélni. Amit át akartak adni vele, az sikerült. Sőt, még többet is a motorizációval. Én még egyszer köszönöm szépen a Banggoodnak, hogy elküldték ezt a készletet. Nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a kooperációt, akár hasonló motorizált készletekkel. Egyébként nem titkolt vágyam, szándékom, hogy be akarok hozni a csatornára egy kis RC vonalat. Nem is feltétlenül építőkészletek terén, ott is vannak ugye távirányítású készletek, de akár komolyabb RC készleteket is bemutatnék, megnéznék, és ha jól láttam, a Banggoodnál lehet, hogy lenne ilyen lehetőség, úgyhogy hát ha tudnánk egyeztetni még ilyen téren is. Írjátok már meg kommentben, hogy mit szólnátok egyébként ehhez az irányhoz. Mit szóltok ehhez a készlethez, azt is írjátok meg. Ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan jövök a következő bemutatóval. Hát azért még nézzük meg még egyszer a működését. A másik oldal is. Az eleje tök pöpec. Nagyon jól működik. Tényleg, én teljes mértékben elégedett vagyok vele. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!